Na nézzük, Szécsi tehát a labda mögött. És kiadja, kipattan, aztán fejjel megszerzi a gólt Szécsi Márk. Hát jó nagy mákja volt, tegyük hozzá gyorsan, hogy pont oda pattant vissza Rácz Gergőről hozzá, aki komoly bravúrt mutatott be, de ez így semmit nem ér, hogy végül a kipattanót a kapuba tudta fejelni Szécsi. Itt van Rácz, bosszankodik is. Elég rosszul elvégzett büntető, félmagasan, nem is igazán sarokra. Szerencséje Szécsinek, hogy pont úgy pattan vissza, hogy könnyedén be tudja fejelni az üres kapuba. Ezzel a góllal vezette át a Debrecen.